Újabb magyar származású, a háborúban elhunyt kárpátaljai katona családjának adott egy gyors segít az ungvári főkonzulátus közreműködésével Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma. A nagygejőci Mikovics Radion mindössze 38 évesen, harci feladatainak végrehajtása közben a frontvonalon vesztette életét július 3-án. Július 10-én kísérték utolsó útjára Ungváron, katonai tiszteletadás mellett. Nazarova Katalin, az elhunyt katona édesanyja, eleste előtt nem sokkal beszélt utoljára a fiával. Nagyon jó fiam volt. Nagyon jó, kedves. Sose nekem szedj. Arról szólt, nekem sosem nem szólt. Minden kötet szerre dicsértek, munkában volt, nagyon jó fiú, nem cigarettázott, nem mi volt. Jó férje volt, jó apja volt gyereknek. A harmadik áprilisban, 8-án őtet elvitték, és már még nem volt 3 hónapja, hogy őtet egyszer lelőtték. Volt kórházban, és egyből őtet elvitték megint, és még 3 hónapja nem volt, egyből lelőtték őket. Második ez volt vasárnap, meg beszélt velem 4-szer. Még gondoltam, hogy ez valami már nem az, mert 4-szer velem beszélt. Mondja, anyuk adtak nekünk, hogy ki kell menni mindjárt egy fél óra múlva. Na, még átsengetett, hogy már utaznak kell. Második nőtet elvitték, és már harmadik nőtet lelőtték reggel. De 48 embert. Magyarország egyik fontos küldetésének tartja, hogy felkeresse a hozzátartozójukat elveszítő családokat, és anyagi, szükség esetén pedig egyéb támogatást is nyújtson számukra. A mi kimutatásunk szerint eddig 26 olyan magyar kötődésű, magyar származású katona volt, aki ennek a háborúnak az áldozatává esett. Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma, ungvári főkonzulátusa igyekszik felkeresni, megtalálni ezeket a családokat, és egy kis támogatásban részesíteni őket, amivel azt a nehéz helyzetet, amibe kerültek a hozzátartozók, gyermekek, családfenntartók elhunyta miatt egy kicsit enyhíteni tudjuk, és kicsit talán segíteni tudunk. Ezzel is mutatva azt, hogy számunkra minden magyar ember rendkívül fontos. Egy megrendítő eseménynek voltunk most a tanúi, 38 évesen esett el Rodion. A fronton édesanyjának adtuk át a támogatást, aki elmesélte, hogy milyen remek fiú volt az ő fia, és hát milyen szörnyű dolog így elveszíteni egy közeli hozzátartozót. Azt kívánjuk, hogy minél kevesebb ilyen eseményen kelljen a jövőben részt vennünk, és ez a háború mielőbb fejeződjön be. Eddig 26 olyan szolgálatot teljesítő katona halálesetéről tud Magyarország ungvári főkonzulátusa, akik magyar származásúak voltak. Ez a szám sajnálatos módon azonban csak növekszik, mindaddig, míg nem köszönt be a mindenki által várt béke.